104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy helyben vagyunk, magazinműsorunkat hallják a telefonvonal túlsó végén. Békés Csaba alpolgármesterét köszöntöm, Hanó Miklóst. Szervusz Miklós, tisztelettel üdvözöllek, boldog új esztendőt! Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádió hallgatóit, és mindenkinek én is kívánok. Remélhetőleg most már egyre inkább vírusmentes boldog új évet. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudunk beszélni. 2020-as év értékelésével kapcsolatban kerestelek meg. Első és legfontosabb ugye, hogy kezdted is az évértékelődet nem is olyan régen. Ugye a Covid kapcsán elég komoly tartalékot sikerült elkülöníteni, induljunk el innen. Tehát a 2020-as év normálisan indult, csak ugye itt márciusban bejött a Covid vírus, ami Magyarországon az egész világot meglepetésszerűen érte, és ugye egy az, hogy a vírushelyzet elkerülése miatt csomó intézkedés történt, de mind a mellett a gazdaság is ezzel teljesen megtorpant. Erre készült a város egy olyan költségvetési módosítással, hogy közel 700 millió forint értékben különített el vészhelyzeti tartalékot, aminek ugye az a lényege, hogy mindenhol volt valamilyen szintű megvonás, hogy a város működése, az alapellátások tudjanak működni. Ebből még a város jó gazdálkodása mellett még maradt is, azért jól osztotta be, de ennek ellenére tavasszal így indult, és utána volt egy úgymond szabadabb nyár, ami a vírus csökkenését mutatta, de ugye összre újra felpasszálódott ez az egész, és sajnos egész komoly problémák jöttek elő ez ügyben a vírus helyzettel, ami a lényeg, hogy mindazok ellenére, hogy ilyen nehéz helyzetben volt a város fejlődés azért az töretlen maradt. Tehát azok a fejlesztések, amiket települési operatív programba és a modern városok programjába megpályáztunk, és ebbe a pályázat mellett a pénzforrásoknak a bővítésébe Herceg Tamás országgyűlési képviselő úr jelentősen lobbizott, ezt az múlt évet sikeressé tette. Itt jelentős fejlesztések voltak. Ugye én onnan indultam ki, hogy 10 évvel ezelőtt körülbelül befejeződött a Békés Csaba szennyvíz hálózatának a fejlesztése, ami a 50%-os lefedettség mellett annyi zártrendszerű szennyvíz volt Békés Csabán, az 95%-ra megnövekedett, tehát egy igen jelentős fejlesztés történt. Amíg az be nem fejeződött, addig nem lehetett elkezdeni a utak, járdák, bicikliutak fejlesztését, de ezt követőleg jelentősen meglendült ez a fejlesztés, és tavalyi évre is, tehát a 2020-as évre is ez volt jellemző, hogy épültek a bicikliutak, és közben sikerült kilobizni 7,3 milliárdot járdafejlesztésre és 7 milliárdot útfejlesztésre, amiből 5,5 milliárd a földes utcák megközelítőleg 100 utcának a burkolását jelenti, és egy a 1,5 milliárd forint pedig a meglévő utcáknak vagy utaknak a felújítására fordítható. Ezek a pályázati részek már tavaly megnyerésre kerültek, és elindultak a járdáknál a tervezés, az utaknál pedig az előkészítése a dolgoknak. De mind a mellett tavaly jelentős fejlesztés volt ugye a Munkácsi negyednek a fejlesztése, a nyomdaipari fejlesztés, a röplabda akadémiának a fejlesztése, de itt tudnám még felsorolni azokat a energetikai fejlesztéseket, ami a óvodák, intézmények, iskolák fejlesztését akarták energetikai szempontból, és ezek egyben tökéletesebb szigetelést, de egyben energiamegtakarítást is jelentenek a különféle napelemek konnektorokkal és az egyéb olyan energetikai takarékos rendszerrel, ami kiépítésre kerültek. Én úgy gondolom, hogy Békés Csabát, ha megnézzük 10-15 évvel ezelőtt, egy-két bicikliúton kívül nem sok volt, most meg szinte áthálózzák a bicikliutak Békés Csabát, és ezek a fejlesztések olyan szintre jutottak már, mint amikor a Békés Csabán a vasút állomás építése és a vasútfejlesztés történt, akkor ugrott ekkor át a város fejlődésbe, mint amit most. Azok mostani fejlesztések, ha megvalósulnak, közel 100 évre meghatározzák Békés Csaba fejlődését, de itt nagyon sokat jelent az is, hogy ipari fejlesztés címén olyan területek kerültek fejlesztésre ipari parkként, Csanádapáci úton, a Kétségházi úton, de ott a M44 Berényi úti felvezetésénél ott állami segítséget történt ipari pénz fejlesztés, ami jelentős mozzani fogja, pláne a M44 fejlődésével, az M44-nek már közel 80 kilométeres szakaszát lehet használni, de hogyha az teljesen kiépül, a városban mindenféleképpen olyan nagy befektetők és ipari fejlesztők fognak jönni, ha jó a megközelítés, és biztosítunk neki ipari zónákat, ipari területeket, amelyek a város fejlődését jelentősen meglódítják. Az utakjárdáknál még annyit szeretnék elmondani, hogy itt elsősorban a város külterületi részét fogják érinteni, és nagyon örülök neki, hogy a város külterületén lakók is kultúrát és normális életvitelhez szükséges feltételeket számukra tudunk biztosítani, mert az nem állapot, hogy egy megyőgő városban földes utcákon kell közlekedni, vagy a járdáknak 30-40 éve nem történt felújítás, és most legalább a utcák egyik oldalának a fejlesztése meg fog történni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések ezek töretlenek. A nehéz gazdasági helyzet ellenére, mivel hogy ezek jelentős része ez a települési operatív programból, plusz a modern városok programból érkeznek, ezek folyamatosan zajlanak és haladnak. És ez a
városban élőknek a életterét, kulturált lehetőségeit javítják. Nagyon szépen köszönöm, és ugye említetted Miklós az utakat, járdákat, hát ugye, amit mondtunk, Kis Békés Csaba történetének legnagyobb ilyen programja összegszerűen is itt van, már, és hát szépen haladnak az összegek, érkeznek több ütemben, és kezdődnek majd a munkálatok. Ugye térjünk ki, mindenféleképpen szeretném, hogyha megemlítenéd a piac helyzetét, hiszen hát ha jól tudom, akkor ugyancsak a térség legkomolyabb piaca jön létre Békés Csabán. Úgy van, itt a felsorolásban nem említettem, de jogos, amit kérdezel. Én úgy gondolom, hogy Békés Csabán nincs olyan Csaba, aki ne szeretne piacra járni, mert az egy olyan hagyományokkal rendelkező elárusító hely, vagy vásárlóhely, ahol jó mezőgazdasági élelmiszeripari termékeket lehet vásárolni, de egyéb termékeket is. És az előző fejlesztésekből már a csarnok rész megújult, meg a külső elárusító helyeknek egy jelentős része, de lesz egy olyan modern városprogram keretében működő 8,2 milliárdos fejlesztés, ami a hátsó részon volt nagybaninak az a részét teljesen megújítja, és egy új bevásárló rész fog kialakulni, egy zárt rendszer bevásárló rész, plusz egy a gazdabolt melletti mostani parkolón egy parkolóház kialakítása fog megtörténni. Ugye ez azért fontos, mert a piaci napokon, szerda, szombati napokon az összes utca, ami a piachoz vezet, az kocsikkal telik meg, mert egyszerűen nincs megfelelő parkolási hely, és közelebb akarjuk vinni a parkolási lehetőséget a piachoz. Egy háromszintes parkolóház lesz, ahol jelentős mennyiségű gépkocsi tud leparkolni, természetesen lifttel és egyéb olyan megoldásokkal, hogy könnyen megközelíthető legyen, de a piac környezete és az utcák is meg fognak újulni, és a zöldítéstől kezdve minden olyan dolog meg fog történni, ami a 21. század előírása vagy hát elvárása. Fontosnak tartom azt, hogy a nagybani piac az pedig kimegy a Kétegyházi úti vásártérre, és a hajnali gépkocsi dübögések, hűsgázok, egyebek azok megszűnnek, mert ez az ott lakóknak az igen kellemetlen volt, és annak a kiadítását is tartom az összeg. És ez a fejlesztés azért is nagyon fontos, mert nagyon sok Békés Csabai és Békés Csaba környéki termelő tudja itt értékesíteni a jó minőségű, egészséges zöldség, gyümölcs élelmiszereit, de az itt jövő csabai vásárlóknak is viszont ez nagyon jó, hogy jó minőségű termékeket tudnak vásárolni, de egy harmadik szerep is lesz, hogy szerintem ez már egy akkora régiós vásártérpiac lesz, hogy itt ez már tulajdonképpen ilyen turisztikai látványosságként is fog működni, mert eddig is nagyon sokan látogatták meg Békés Csabára érkezők a piacot, már csak azért is, hogy részt vegyenek a piacnak a zsongásában. Vagy egyenek egy jó lángost. Egy jó lángost, egy jó sütkolbászt, vagy egy jó egyéb olyan terméket, amik a piacon kaphatók. Így bizony. Tehát én úgy gondolom, hogy a kistermelői vonal, ami most egyre inkább újra életre kap, aminek én nagyon örülök, hogy nem a ilyen nagyüzemi tartósított egyéb élelmiszereket, hanem jó minőségi élelmiszereket, a hagyománynak megfelelő élelmiszereket állítanak elő és értékesítenek itt, és ennek a feltételét biztosítjuk. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó dolog, és ez 2023-ra készülne a teljes egészében, és úgy gondolom, hogy akkor egy nagyon korszerű piacunk lesz. Nagyon bízunk benne, és nagyon várjuk. Még egy dolgot szeretném, hogyha megemlítenénk, Miklós, ez pedig a Fürjesi elkerülő. Itt az M44 kapcsán ugye említetted, de még erről is beszélünk, hiszen ez is óriási volumenű. Fürjesi összekötő, ugye ez is egy régi álmunk volt, hogy ez megvalósuljon, és ebben én elég sokat mocorogtam is, de Herceg Tamás képviselő úr is, amiatt, hogy ez az út, ha megépül, és már most igen előre haladott állapotban van, és sikerült elérnünk azt, hogy ez megvalósuljon. A Csanádapácai, a Szegedi és a 44-es utat köti össze, és ez az összekötés azért is fontos, mert még plusz a M44-re is rávezet, lesz egy rávezető szakasz, hogy a délről jövő mezőgazdasági termékeket, és délen igen nagy termelés folyik ez ügybe, tehát a megyesi dinnyétől kezdve a egyéb délről jövő gabonafélék, tehát a nagy teherszállítmányú gépek nem jönnek be a városba, hanem ezen a úgynevezett déli elkerülőn mennek végig, és hogyha ez itt megvalósul, akkor nem nyomják szét a város útjait a nagy súlyuk miatt, ráadásul az ott onnan jövőknek ugye egy közel 8-10 kilométeres megtakarításuk lesz, mert hamarabb elérhetik a M44-et vagy a egyéb főutakat, plusz azok a energia és egyéb megtakarítások, amik ennek révén megvalósulnak. De a leglényegesebb az, hogy megkönnyítik a Békés Csabai forgalmat, és nem jönnek be ezek a nagy terhelésű gépek. Ráadásul Békés Csabánál is ugye a Apácai úton a ipari park 16 hektárjáról is innen egy könnyebb megközelíthetőség lesz, vagy ott vannak a Csaba Metál és a többi nagy üzemi rész, ami szintén ezen az úton könnyebben el tud jutni bárhova. Én úgy gondolom, hogy ez az egy ilyen déli elkerülő útnak is lehet mondani, hogy ez megvalósul, és ez is igen jó ütembe halad, tehát hamarosan elkészül. Miklós, nagyon szépen köszönöm. Erre már csak azt tudom mondani, hogy itt születtem, itt nőttem fel, itt jártam iskolába, itt dolgozok, és nem is szeretnék innen elmenni, hiszen Békés Csaba. Én is így vagyok vele. Békés Csaba történetének legkomolyabb fejlesztése van jelenleg, úgyhogy köszönjük szépen, Miklós, a munkátokat, vigyázzatok magatokra, jó munkát, jó egészséget kívánok. Én is köszönöm szépen. Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en. Halló Miklóssal, Békés Csaba megyei jogú város alpolgármesterével beszélgetünk.
beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.